alakja a motorsport világának, tehát én azt gondolom, hogy elég dörzsölt ahhoz, hogy az ilyen apró trükköket úgy tudja feltüntetni, mintha véletlen lett volna. Nyilván semmiféle szándékosságot nem feltételezünk innen. Ott röhögött a sisakban, ellen szemei elárulták. Szóval Táj kollégánkkal jön majd, Charoen Sukavattanával. Ez azt jelenti, hogy a német Táj párharc és Vettel majd Sritrájjal küzd a következő párosításban. És akkor belül Sumival jöhet az ötszörös címvédő első színre lépése. Ami mégis hátrány lehet most Schumacher számára, az az, hogy ugye a Táj versenyző versenyzett már a pályán. Ugye a tegnapi nap alkalmával, tehát neki már megvan az a rutinja, hogy ismeri a pályát, ismeri az autók nagy részét. De én azt gondolom, hogy Schumacher számára talán ez még az első körben okozhat némi problémát, de a második körtől kezdve, hogy ő is rátalál ugye a ritmusra, nem gondolom, hogy itt a pályaversenyző veszélyeztetni tudja. Hát, ha valamit veszélyeztet, az leginkább a pálya, a sárgalapos büntetésből, ugye ez már kiderült, tehát nem elég, hogy közel 2 másodperccel vezet Mihály Schumacher, még ráadásul az ellenfél egyszer már odébb is terelt egy ilyen bóját, Schumi jön kívül a fekete KTM X-Bow-ban a hölgy mellette, gyakorlatilag a saját orrába kapaszkodik. És amikor az ember azt látja, hogy azért nincs hatalmas sebesség, amire felgyorsulnak. Hogy emlékszel, akkor ugye volt egy belső kamera pont a KTM X-Bow-ban, és félkézzel Schumi kicsit, hát ha úgy tetszik, megalázva ellenfelét. Egy alsó, nem alsó madárfogással, hanem alsó kormányfogással érkezik. Szóval talán ilyen 80-90 környéke a max, amit itt menni lehet. Tehát ez persze soknak tűnik ilyen szűk. A lassító utáni részen látszott a kilométer órán. Igen. A digitális kijelzőn az előbb, hogy épp hogy nem csípték meg. Schumacher igazán elemében van ezzel a rock autóval. Igen, ő úgy, ahogy van, ezt az egészet nagyon szereti, ezt az évzáró eseményt. Kellőképpen komolytalanul áll ahhoz hozzá, hogy ne görcsönjön rá egy-egy versenyre. Majd, hát ha úgy tetszik, akkor pofátlanul másnaposan pofátlanul jól versenyez. Legalábbis az elmúlt évek tapasztalata Schumival kapcsolatban nagyjából ez volt. Én azt gondolom, hogy ő nem az a típus, aki bármit is félváról venne. Az biztos, hogy nincs rajta akkora nyomás, mint mondjuk egy Formula 1-es verseny hétvégén, de abban is biztos vagyok, hogy sokat nem hagy benne. És hát Schuminak is eddig a jó autók jutottak, legalábbis az erre a pályára szakosítottak, hiszen egyelőre a hodályoktól megkímélték őt, vagy a sorsolás úgy hozta, hogy a Race of Champions autóval, illetve a KTM-en mehetett. Ráadásul az első verseny az az egész este, tájeste és magyar délután leggyorsabb körideje volt. Ez a laza egykezezés. És ez ismét egy sima Schumacher győzelem, ismét integet. Kártikáján annyiban hasonlít a korábbi teljesítményére, hogy megint begyűjtött egy sárga lapot, tényleg több van, mint egy futballmérkőzésen. A németek 3-3-al állnak. Igen, és ezzel ugye az indiaiak hát már papíron sem esélyesek a továbbjutásra. Schumacher pedig ezzel a elsőséggel bebiztosította a németeknek a továbbjutást. Én egyelőre hátradőlök és megvárom, hogy milyen döntés születik, mert nekem az a legfontosabb, hogy ott legyek a rajtrácson. És ez egyelőre úgy biztosított is. Aztán egy másik kérdés, hogy mekkora a WTCC autód végsebessége most? Pályakarakterisztikájától változik. Nincs egy olyan versenypálya se, ahol a tényleges végsebességét az autónak ki tudtuk volna autózni. A legmagasabb sebességet Monzában a célegyenes végén értük el. Ez kicsivel több, mint 260 km/h. Egyébként az autó, hogyha lehetősége lenne rá, akkor azon, ami 280-285 km/h is képes lenne. És akkor Schumacher és Wincup csatája majdnem másfél másodperccel rosszabb az első kört követően. Az ausztrál, aki
hát legalább félig meddig hazai terepen autózhat most. Legalábbis ismerős technikával. Igen, ha valaki, akkor neki ismerős lehet a technika, még akkor is, hogyha ezek az autók is elég nagy mértékben különböznek attól, mint ahhoz, mint amihez szokott ugye Ausztráliában, de hát ha valakinek, akkor neki ugye tisztába kell lenni ebből a súlyból és ebből az autóméretből fakadó kihívással. Ennek ellenére látszik, hogy Schumacher simán nyeri ezt a futamot, több mint két és fél másodperc előnnyel, ami hát meglepetésnek nem mondható, mert ugye Schumacher kvalitásaival tisztában vagyunk. Annak fényében viszont meglepetés, hogy inkább ezzel a technikával azért egy picit papírforma szerint jobban kellene, hogy boldoguljon. Azért azt mondom, hogy tudod, mindig használják ezt a kifejezést, a tehetséges pilóta vagy nem tehetséges pilóta, ugye te is, akik sok hallják az F1-es pilóták számát, mások azt mondják, hogy miért van egyáltalán ennyi motoros, ugye két motorost hívtak meg erre a hétvégére. Na nézzük akkor, másik elődöntő, Németország-Ausztrália párharc. Ami érdekesség, hogy a legutolsó összecsapásuk alkalmával is ugyanezekkel az autókkal versenyeztek, úgyhogy akkor Schumacher nyert viszonylag nagy előnnyel, úgyhogy azt gondolom, hogyha itt nem hibázik, akkor valószínűleg most is ő kerekedik felül az autóval versenyző. V8-as, 5-7-es motorokról van szó. 450 lóerősök. Valaki kért, hogy hagyj hallgassa őket, akkor tegyük ezt. Tényleg jó hangjuk van. De szinte hallatszik az a fajta szenvedés, hogy már éppen bőgne, már éppen menne, és azonnal gáz elvéve is ott a fék, tehát igen, épp csak kidugják a fejüket a víz fölé, és aztán megint. Így van, egyáltalán nem tudnak élni ezek az autók ezen a versenypályán. Hát inkább úgy látszik, hogy a balkormányos autókat még nem szokta meg teljesen. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy hibázott itt a második körében, úgyhogy ez a nagy hátrány az inkább a hibának köszönhető. Nem gondolom, hogy a hiba nélkül esélye lett volna megszalongatni Schumacher, de hát mindenképpen közelebb lett volna hozzá a második kör végén. Schumacher tehát nyer, és ezzel közelebb löki sorozatban a hatodik nemzedek tapadást, és ahhoz, hogy ezt a magas hőmérsékletet elérjék a versenyzők, az kell, hogy a felvezető körön a lehető legjobban ugye határhelyzetbe hozzák a technikát. Az utolsó év, amikor nem a Schumacher Vettel kettős győzött, az a Kovalainen Grönholm páros diadal volt 2006-ban, Párizsban, a Stade de France-ban. Most a hatodik sorozatban alatott győzelmére tör a német páros. Schumi jön a narancssárga crossbow-val. Ó, keresztbe autóznak a franciák, ez itt nem lesz a leggyorsabb. Már most nagyon komoly előnyt autózott ki magának Michael Schumacher. Itt láthatjuk őt megint. Annyival komolyabban veszi a döntőt, hogy azért két kéz a kormányon. Bár a visszafordítót lehet, hogy eddig is két kézzel csinálta. Hát az eddigi teljesítmény alapján és a köridő is. Hát eddigi legjobb ma. Habár nem vagyok benne biztos, de az egyik legjobb. Én szinte biztos vagyok benne, hogy a top 3-ban benne van. Tehát ha így folytatja, akkor valószínűleg egy kézzel fog áthaladni megint a célvonalon, mert ez megint egy akkora előny, amit nagyon kényelmesen be tud osztani az összecsapás végéig. Hát a hölgy nagyon élvezi a dolgot. Nem tudja, hogy fejjen vagy nem essen. Minden esetre nagyon sima Schumi győzelem. 1.15. Romain Grosjean lemaradt több mint 2 másodperccel. Viszont, ha valaki azt mondta, hogy Grosjean a gyengébbik francia, akkor most Sébastien Ogier esetleg egyenlíthet. Csak hogy ne legyenek simák ezek a utolsó futamok, vagy hogy legalább ne 2-0 legyen. És bejöttek a várakozások francia oldalról. Ugye arra nem lehet panasz, hogy nem azt az autót kapták, amit szerettek. És Sebastian Vettel egy viszonylag simának mondható győzelmet aratott, és ezzel a németek
ismét győzedelmeskedtek. Ebben a felállásban úgy tűnik, hogy nincs ellenfelük. Nincs, és ugye itt már a Facebookon keresztül hallattuk a javaslatokat, hogy talán Lőb Ozsijéval együtt esélyes lehetne, de hát nagyon érzik ez Sumiék, és hát ahogy említettem, ugye 2007-ben Londonban nyertek először, 2008 London másodszor, 2009 Peking madárfészek harmadszor, a negyedik és az ötödik a düsseldorfi Esprit arénában volt, most pedig ismét meghódítják Ázsiát, és Bangkokban is ők a legjobbak. És akkor elviszi egy körre Vettel Schumachert. Azért jöttek a helyek közül is Németország, illetve Sumi rajongók. És bár itt azért a nézőszám Tájföldön meg kell hagyni alacsonyabb sokkal, mint megszoktuk a korábbi versenyeken, azért Sumiékat csak megünneplik, akárhány ezren is legyenek éppen. Teljesen megérdemelt győzelem. Látszik, hogy értik azt is, hogy hogyan kell ünnepelni. A karmester Mihály Schumacher, Vettel pedig szófogadó kisfiú módjára addig kering körbe, amíg egészen felnire nem ér a gumi. Épp csak annyit hagynak rajta, hogy még be lehessen gurulni. Megvan tehát a címvédés, de azért hát ha lehet ezt így tippelni, hogy melyiknek van nagyobb rangja, a csapatversenynek vagy az egyéninek, azért elvégre csak-csak nagyjából egyéni sportágról van szó, még akkor is, hogyha az istállók ugye sokszor versenyeznek egymással. Sumiék viszont már múltkor sem spóroltak a bulival, tehát emlékszem, hogy tavaly Mihály Schumachernek nem sikerült a győzelem, és bár nagyon szeretett volna duplázni, de elmondta, hogy túl sokat ivott, és hogy egyszerűen nem volt képben nagyon így már a reggel, meg a délelőtt folyamán. Szóval az nagy kérdés, hogy itt most az ünneplés ez meddig fog tartani, hogy ki mennyire veszi ezt komolyan, hogy ki mennyire csinál, vagy akar ebből presztízs csinálni. Minden esetre a Vettel-Schumacher páros ismételten győzött. Hogy a presztízs nézzük, akkor egy kicsit mondjuk a Forma egy konstruktőri bajnoki címhez hasonlítható ez a Nemzetek Kupája első helyezés. Azt gondolom, hogy a fő attrakció az mindenképpen holnap következik majd, ugyanis akkor mutathatja meg minden pilóta igazából, hogy milyen fából faragták, és azt gondolom, hogy nyilván fontos a Nemzetek Kupáján elért jó helyezés, de a versenyzőknek talán egy picit fontosabb lesz holnap az egyéni verseny. Egy kérdés még a VTCC-vel kapcsolatban, hogy mikor lesz majd az első verseny 2013-ban? Ma nincs még hivatalos versenynaptár 2013-ra, de biztosnak tűnik, hogy március második felében lesz az első versenyfény. Mi a titok? Kemény munka, egész évben erre készültünk, mondja Sumi, Vettel meg alig bírja röhögés nélkül. Éjjeleket töltöttünk alvás nélkül, hogy fölkészüljünk, és ez az eredménye. Itt helyben is készültünk. Mennyire élvezitek? Láthatóan igen. Most már van is okunk rá, hogy élvezzük. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Először Tájföldön, és itt lehet látni, hogy mindjárt gravírozzák majd az újabb Germany feliratot. És jó azt látni, hogy a város és a hely mennyire sokan fejlődött. That has been set up from wonderful people. És azért Sumi egy picit ad arra is, hogy udvariasan megköszönje a városnak, a stadionnak és a szervezőknek a vendéglátást. Azt mondja, hogy látszik, hogy sok energiát fektettek bele, hogy ez a verseny jó legyen. Jók a körülmények, jók a szurkolók. És elfelejtették bekapcsolni a légkondit, teszi hozzá Vettel. Jövő évi címvédés. Persze, miért ne? Az ő szerencse száma a 7, és a 7. lenne majd jövőre. És akkor, hölgyek, urak, a győztes Németország.